hogy mi legyen, én is átnéztem a beérkezett korábbi pályázatokat, és azt, hogy tényleg milyen irányba érdemes elindulni. És ugye ez előkerült már a választmányülésen is, hogy hát jó lenne ebbe az ügybe is előrelépni. Akkor tulajdonképpen azt szerettük volna, hogy építkezzen ez a logó az MTS múltjára, hagyományaira, örökségére. Olyan legyen, amiben mindenki, hiszen nagyon sokfélék vagyunk, megtalálhatja azt, amit sajátjának tud érezni, így ki tudja fejezni a sokféle szín és habitus ellenére az összetartozásunkat, de a folytonosságokat is. Hiszen nem eltörölni szeretnénk azt, ami volt, amikor új dolgokat teszünk, mert nagyon sok minden jól működött a múltban, hanem minden értékeset megtartva építkezni szeretnénk az alapokra. Ebben a koncepcióban, amit ott lehet látni, ezt a jelvényt, abban a molinón, az egészet, a teljeset, megjelenik a 100 éves hagyomány is, amit ünnepeltünk tavaly évvégén. A múlt századi körpecsét lenyomata, a közepén, középen lévő nagy virág, ez arra apró reflexió, ott egy havasi gyopár volt, hogy az hangsúlyosan legyen a közepén. Beépítkezik a korábbi természetbarátos logó elemeiben is, de azokat újraértelmezve, igazán magyarországivá téve. A magas hegyeket éppen ezért leváltottuk dombokra, mert ez ránk nem annyira jellemző. És rajtuk ugyanakkor ezeken a dombokon egy út fut végig, és hát ez egy apró reflexió, refrén arra, amit itt az előbb elénekeltek, az Induljál egy úton ismert énekre, népdalra. A nemzetközi szervezetekhez való tartozást, amit hangsúlyozott az előző logónk, ugye ebben egy rododendron volt, egy havasi rózsa, azt egy pirisi lenre cseréltük. Mert a pirisi len, ez egy óriási adottság, ez csak nálunk nő, sehol máshogy, ez a csak a miénk. És ezért ez a kis virág, ez ki tudja fejezni a magyar természetjárást, azt gondolom nagyon hitelesen. De ugyanakkor a virágok száma mégis ebben a logóban is 3 maradt. A korábbi logóval szerettük volna ezzel is összekötni ezt a logót, hiszen abban is 3 virág volt. És a színhasználatban pedig a turistaságra, a nemzeti trikolorra kívántunk emlékeztetni. Azt kívánjuk, azt kívánom, hogy ez a szimbólum ugyanolyan szívesen fogadott legyen, amilyen szeretettel és igyekezettel mi ezt szerettük volna megalkotni és elkészíteni, és most ide tenni mindenki elé. Ahhoz, hogy ne csak így emlékezetből kelljen fölidézni, ezért szeretnénk most mindenkinek egy ajándékot is adni, hiszen mindig szerettük volna a tagságunk felé is nem csak szavakban kifejezni, nem csak azt, amit mások tettek, hanem a központ is mindig azt, hogy mi gondolunk azért sokat a tagokra, és azt szeretnénk, hogyha ők is gondolnának ránk. Úgyhogy mindenkinek szeretnénk adni majd a kis ajándékcsomagba egy ilyen kis jelvényt is, amit hazavihet ezzel az új logóval. Illetve van még a korábbi logóból is néhány darab, azt is, aki szeretné, annak kiosztjuk, és az elviheti magának. A kitüntetések hagyományos átadása, és a koszorúzás mellé, vagy után, a turista ebéd mellé, tehát egy ajándékot szeretnénk mindenkinek adni egy turista magazinnal, egy kitűzővel, és a legfrissebbeknek, az első 400 érkezőnek egy kis turista disznót. Azért gondoltam a turista disznóra, mert azt gondolom az elkövetkezendő évet leginkább meg fogja határozni a Téri Özön program, és azt gondolom a vaddisznó az az erdőt járja, de a turista nem azért megy oda, ezért egy olyan kis vaddisznót kap mindenki, aki elég friss volt ehhez, aminek a fülében egy kis logó van. Azt kérjük, hogy továbbra is tartsanak velünk, elindulva egy úton, és így köszönöm meg a figyelmet, és kérem, hogy maradjatok velünk, jövőre ugyanitt találkozunk.